Szép jó estét kívánok, ismét találkozunk. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, hiszen Tíber László 70. születésnapját ünnepeljük itt a Fehérvár Televízióban. Az előző beszélgetésben megtörtént az, hogy elindultunk a gyermekkortól, és eljutottunk egy bizonyos ideig, most pedig folytatjuk ezt a beszélgetést. A válogatottság fáj még? Hát persze, hogy fáj. Tehát ugye beszéltünk, hogy Argentína az volt a csúcséved 78-ban, de azért előtte oda kerültél, gólt szereztél, és azért itt hadd idézzem meg Kalocsai Géza bácsit, aki a Gornyik Zsabzsének is volt edzője, meg Magyarországon is egy remek edző volt, és ő mondta, ugye 78-ban egyszer erről beszélgettünk, 79-ben talán, vagy 78-ban a Megyei Művelődési Központ ifjúsági klubjában. Akkor jelent meg a Sportban egy interjú Kalocsai Gézával, és a szalag cím a Sport tetején az így szólt, hogy én Tíbert mindig betenném a válogatottba, ezt soha nem fogom elfelejteni. Igen, igen, mert nála nem a kor számított, ugye akkor már közel voltam a 30-hoz, amikor ő volt az edzőm, de hát nem érdekeltem, mert a sebességem ugyanúgy megvolt, a játéktudásom szintén, tehát őt nem a kor érdekelte. Ez a válogatottság, visszatérve a kérdésedre, azért bánt, mert ez következménye a magánéletemnek. Ugye most mondhatnám bölcsen, vagy talán magamat megnyugtatva, hogy viszont akkor nem lenne ennyi élményem a magánéletből, de hát ez nem igaz. De ez nem igaz, mert a Szepesi Gyuri bácsi, ugye nem kell bemutatni, hogy ki volt ő, egy interjújában azt mondta, hogy nekem nem kétszer, hanem 52-szer kellett volna válogatottnak lennem a képességeim alapján. Tehát valami lehet ebben, hogy elszórakoztam 5-6-8 évet a pályafutásomból. Elmúltál 30. Megvolt az alapja mindannak, hogy majd a pályafutásod után mit szeretnél csinálni. Egyébként ezt tudtad? Nem. Nem? Nem tudtam, mert illetve azt tudtam, hogy edző nem szeretnék lenni. Viszont azt is tudtam, hogy a futballban szeretnék maradni, amennyiben van rá lehetősége. Tehát akkor ideális pillanatban érkezett az ajánlat Siófokról. Így van. Ennek is van, ha szabad elmondani, röviden egy kis előélete, mert 1982-ben ugye én 33 éves voltam, és én voltam a legöregebb játékos. Akkor a Karsai Lacék már rég nem voltak, a Fejesék, Volekék, tehát az a korosztály, aki... Igen, ők elmentek Veszprémbe. Így van, vagy éppen máshova, a Volek Tibi például abba hagyta, Fejes Gabi abba hagyta, és az utánam következő generáció, a Csongrádi, Májer, Szabó, Vég Tibi az 56-ban született, tehát ők is 7 évvel voltak fiatalabbak, illetve a még fiatalabbak. Borsányék, Vadászék, stb. Tudod. És egy edzés után oda mentem, nem tudom, szabad elnök nevet mondani? Hát volt, hogy ne, persze. A Bencsik Pista Bencsik bácsi, Pista meg, bácsi ő volt az elnökünk, és megkérdeztem tőle, hogy Pista bácsi, ugyan 33 éves vagyok, de hát egy-két év múlva, hogyha abba hagyom a futballt, akkor milyen perspektíva elé nézhetnék én itt a Videótonban. És akkor a Pista bácsi azt mondta, szerintem komolyan, nem tudom, vagy hogy humornak szánta, hogy hát Lacikám, hát akkor bejössz 6-tól 2-ig a Videótonba 5500-ért a gyárba dolgozni. Igen. Hát mondtam neki, hogy Pista bácsi, akkor holnap reggel 5:30-kor találkozunk a gyárkapuba? Vagy hogy lesz? Annyira megijedtem, hogy azonnal felhívtam a Szőke Mikit, akkor ő Siófokon volt edző, ugye ő a Videótonból került oda, igen, mint játékos is ismertem, jó volt a kapcsolatunk, és mondtam a Mikinek, hogy Miklós, légy szíves, kérdezd meg a vezetőket, hogy szükség van-e rám, ugyan 33 éves vagyok, de nem levezetni megyek, hanem komoly céljaim vannak a futballban még.
és igen, aztán így kerültem, és még 5 évet játszottam. Nem hitték el a Siófok vezetők sem, hogy én... És Magyar Kupa győzelem, MB2 másodosztályú csapat. Mai napig először. Érvényes, sem előtte, sem utána soha. Nincs csapat, aki alacsonyabb osztályú és kupát nyert, és még 2 évet MB1-be futballoztam. És feljutottatok. És feljutottunk MB1-be. És ráadásul remek barátokat szereztél. Így hiszen van, a Bódi Zoli, csodálatos 5 éve volt. Csoda, az fantasztikus volt. Igen. És ráadásul azt soha nem feledjük, bármikor mentünk Siófokra, akkor a Tíber Laci kocsmájába vezetett az úton. Hát a hamburgeresembe. Hamburgeres volt. Igen, igen. De lehet ezt is de ott volt, de lehetett, így van, és a fő téren volt ráadásul. Így van, így van. A híres Balaton cukrászda mögött helyezkedett. No, aztán hazatértél. Illetve Ausztriából, 37 évesen abba hagytam Siófokon. Ugyan játszhattam volna még, mert őszintén megmondom, jó állapotban voltam. Egy kicsit levett az energiámból az imént említett hamburgeres üzlet, mert ugye édesanyám nyugdíjasként dolgozott az üzletben, illetve egy szintén nyugdíjas barátnője. Ugyanakkor az árubeszerzés az én feladatom volt, és míg mások két edzés között nyáról beszélek, a 38-40 fokba pihentek, én két edzés között mentem árubeszerzésre. Edzés előtt, edzés közben, edzés után, és azért ez eléggé leomortizált. Édesanyád egy csoda. Hát igen, 93 éves lesz a jövő hónapban. Minden nap főz, gyakorlatilag mai napig megmondaná, hogy ki legyen a barátnőm, mert beleszól az életembe, mit kell csinálnom, mit kéne csinálnom, de hát csodálatos asszony, és remélem, hogy még sokáig közöttünk lesz. Én is bízom benne, innét is csókoljuk. Köszönöm. No, a fiúkról szépen. Viszont nem beszéltünk még, ugye a Krisztián és Szabolcs is örökölte a te tehetségedet. Abszolút. A Krisztián, ha nem is futotta be azt a pályát, de mert azért én azt gondolom, hogy nagy luxus volt a tíbereket ilyen szinten, mármint válogatott szinten elhanyagolni. Mert a Krisztián isnek is megvolt a pályája, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy gólkirály volt az első osztályban. Gyors volt, kicsit hasonlított rád, más stílust játszott, de hasonlított rád, és hát mégsem. Igen, az okát igazándiból nem tudom, talán egyszer utólag mesélte a Hatyányi Gabi egy beszélgetés kapcsán, amikor a Bicskei Berci megboldogult, Berci barátom volt a szövetségi kapitány, és a Hatyányi Gabi megkérdezte, hogy a Krisztián miért nem válogatott, amikor magyar gólkirály. Igen. És mintha azt mondta volna neki a Berci, hogy túl alacsony a csatársor. Akkor a Kabát volt, a Kovács Zoli, nem tudom, túl alacsony a csatársor, nem tudom. Hogy ez miért indok, de hát ő ezzel magyarázta. Laci, az egyfajta tíberátok. Igen. Méltatlanul kevés lehetőséget kapott, illetve egyszer kapott lehetőséget a keretbe, és akkor is mindjárt a válogatott keretben, és akkor is mindjárt gólt lőtt egy felkészülési mérkőzésen, és mégsem került oda az azt követő válogatott megmérettetésre. Hát a Szabolcs meg jutott, ameddig jutott viszont. A Szabolcs az MB3-ig jutott, és én ezt többször elmondtam már bizonyos körökben, futballista körökben, ugye nem titok, hogy a Szabolcs, és ez nem az elfogultság beszél belőlem, hanem a realitás, mert ugye ismertem, és önkritikusan vallok a saját képességeimről. A Krisztiánnak is végigkísértem a pályafutását, és a Szabolcsét is láttam. Tehetségesebb volt mindkettőnknél. Csak? Ugyan nem volt meg az a gyorsaság, mint bennünk, de annyi volt a fejében a futballról, vagy a futballból, mint most nem akarok nagy neveket mondani, de mint egy Dvérinek, vagy egy Détári Dömének. Olvasta a játékot, zseniális volt, amit tudott a labdában. A csak, itt van a csak. Igen. Itt van a csak, és ugye itt, ha már őszintén beszélünk, és a 70. születésnapról beszélünk, itt ugye én két
két és fél, három éves korában indítottam el egy gyerekelhelyezési pert, mert ugye egy kapcsolatból van egy hosszantartó kézilabdás lányjal történt kapcsolatból született, aki sajnálatos módon azóta meghalt, mert az életvitele olyan volt, és én ezért is pereltem, és egy két évig tartó pereskedés után szereztük meg tiszteletem és köszönetem dr. Bérces László barátomnak. Igen, és két évig pereskedtünk, míg megszereztük úgy, hogy nem voltunk házastársak és élettársak, és ugye 90-es évek elejéről beszélünk. Másmilyen viszonyok voltak. Így van, akkor nem sűrűn adakoztak a bíróságok, hogy az apának ítélik a gyereket. Úgyhogy még ráadásul mondom, házastársak és élettársak sem voltunk, csak egy kapcsolat volt, több éves kapcsolat volt. És a Szabolcsot már másképpen neveltük édesanyámmal. Anya nélkül van szegény gyerek. Óvtuk mindentől, ha esett az eső, ha nagyon sütött a nap, akkor már nem megyünk edzésre. Nyár, ahogy nőtt, ne kelljen elmenni nyári gyakorlatra, ugye, mert hát ha megsüti a nap, vagy tudod. Summa summarum, elkényeztettük, ő ugyanúgy elkezdte a Videotonban a futballt, és az edzői megmondható, hogy nagyon tehetséges volt, de nem volt meg benne az, ami megvolt a Krisztiánban és bennem, hogy mi tudatosan, mi futballisták akartunk lenni, és nem volt akadály. Most mindegy, hogy ki az edző, vagy milyen idő van, én futballista akarok lenni. De jó srác lett végül is. Abszolút. A NAV-nak egy megbízható, elismert munkatársa, és így éli az életét. Én személy szerint sajnálom, hogy a futballban nem teljesedett ki az ami őt predesztinálta volna arra a szintre, de hát ha őszinték akarunk lenni, a Krisztiánban sem, meg bennem sem. Igen. Vagy nem jött ki az, ami úgy megvolt benne. Egy dologról viszont feltétlenül beszélnünk kell. Egy olyan misszió a tiétek, a Fischer Ferivel és még jó néhányan, de azt hiszem itt a legfontosabb ebben az értelemben a te személyiséged, az a segítség, amit az Arany János iskolában és másutt is tesztek a mai napig, az kalapot kell emelnünk előtte. Hát amit én a Fischer Ferivel a Videotonnál dolgozom az óvodás programban. Az arany, illetve hát ugye ez az egymi ezredéves Arany János Egyesült, igen, ez a készségfejlesztő középsúlyosan sérült gyerekekről van szó. Én a lányom által kerültem ebbe. Ugye hát köztudott, hogy, vagy legalábbis nagyon sokan tudják, akik ismernek, hogy a Krisztián után született 1974-ben egy Nikolett nevű kislányom, aki már az első hetekben kiderült, hogy kromoszóma rendellenességgel született, akkor az itteni házi orvosunk ajánlott egy bizonyos Czeisel Endrét, akihez felmentünk ajánlással, és akkor mondta, hogy Magyarországon ő az első, 74-ről beszélek, aki a genetikával foglalkozik, és megvizsgált bennünket, tehát Krisztiánt, apát, anyát, és megállapította, hogy nem öröklött dologról van szó, egy vele született betegségről. Ugye 23 pár kromoszómája van egy embernek, ez egy töredékkel többen született, ami rossz irányba terelte a fejlődését, és gyakorlatilag sem szellemileg, sem fizikálisan nem fejlődött úgy, ahogy kellett, és egy betegség következtében 16 évesen meghalt, 16. születésnapja előtt 1990-ben. Na most én, amit átéltem a 16 év alatt, tehát gyakorlatilag többet volt a Nikolett kórházban, mint otthon. Én megismertem ezeket a gyerekeket, ebben a betegségben és hasonló betegségben élő gyerekeket, és talán 7-8 évvel ezelőtt az eredéves iskolából megkerestek, hogy foglalkoznék-e heti rendszerességgel ezekkel a gyerekekkel, mert ismerik, sőt az igazgatónő ismerte a Nikolettet is abból az időszakból, és hogy foglalkoznék-e
velük, és örömmel mondtam igent, és ez a mai napig így van, és heti egy alkalommal ott vagyok velük nagy szeretetben, barátságban. Ezen kívül is szervezek programokat. Igen, nyári táborok vannak. Nyári táborok, videóton pályára viszem ki őket, télen a Bódi Zoli barátomnak a wellness szállodájába megyünk minden januárban. Tehát minden lehetőséget megragadunk, színházba megyünk, hogy szebbé, jobbá, boldogabbá tegyük azokat az órákat, amiket együtt töltjük. Tehát ez egy misszió, és hála Istennek az egészségedre. Hát nem használok ilyen nagy szavakat, nekem ez természetes. Igen, de ez természetes. Lesz egy nagy buli, azt tudjuk. Az, hogy hol ez most mellékes, viszont a legendának legendás barátai vannak. Erről még egy nagyon röviden beszéljünk, hiszen nagyon is jól tudjuk, ha a Manc dühöngőben nézzük, hogy milyen sporteseményeket szervezel, hogy ott mindig jönnek. A Hegyi Ivántól kezdve, a Nemcsák Karcsitól kezdve, a Kóbor Jani, a Benkő Laci, a Bajori Mi Isten nyugosztalja, mindenki a barátod ma is. Igen. Jó, hát, hogy ilyen sok-sok barátod van? Jó, mert ez talán visszamutat egy kicsit, hogy talán annyira rossz ember nem lehetek. Tehát akkor nem hiszem, hogy ennyien elfogadnák a meghívásom, és nem tartanánk évtizedek óta a kapcsolatot, és a teljesség igénye nélkül a jövő pénteki születésnapi bulimra ugye olyan nevek fogadták el a meghívásomat, mint egy Eperjes Kalcsi, Nemcsák Kalcsi, egy Kóbor Meki, Bérces Viktor lesz az zenész, ugye a futballisták közül egy Nyilasi Tibi, Détári Lajos, Szurgent Lajos, Hajdu Hipi, Martos Győző, ugye, tehát legendák fogadták el a meghívásom, és bízom benne, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Jó. Mert ugye csak egyszer leszünk, vagyunk 70 évesek, vagy leszünk. Akkor még egyszer Isten éltessen minden magyar és székesfehérvári futballrajongó nevében, és köszönöm, hogy megtiszteltél, és hát boldogságot. Ha mosolygos szemmel mondom, akkor neked is mosolyogjon a szemed. Köszönöm, hogy meghívtál, és köszönöm, hogy megemlékezte. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, James Dean, Tíber László párhuzammal töltöttük a mai estét, hiszen a legendás labdarúgó 70. születésnapját ünnepeljük a napokban. Ünnepeljenek velünk mi is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!